Sziasztok, kedves BMW rajongók! Be szeretném mutatni ezeket a BMW cipőket, ez egy termékvideó lesz. Egy picit szeretnék mesélni róluk, hogy mik az előnyei. És miért jó ilyen cipőt viselni. Amint látjátok, három típusban van. A Puma gyártja őket. Ha megnézzük ezt a cipőt, amint látjátok, itt a BMW logó, egy fémházban van betéve. Itt egy picit ilyen színváltos. Azért mutatom így, hogy lássátok, hogy milyen. Ilyen az eleje. És ilyen a belső fele. Természetesen M logóval ellátva. Ilyen a hátulja. És ilyen a talpa. Ami hasonló, az ugyanez a másik fekete. Ez is hasonló, mint az előző, amilyen volt, csak ebben picit más, itten fehéren van megcsinálva a logó, annál meg feketén volt. Ugyanúgy a BMW logó itt van benne, ilyen a hátulja, ilyen az oldala, itt van a BMW logó. A különbség a kettő közt az, amit látjátok, hogy itt a Puma logó is zölddel van meg fehérrel, ilyen az oldala, így néz ki. És nézzük a fehéret. Ez egy exkluzív darab, fehér színbe. Ezek a kis lukak egyébként azért vannak, hogy jobban szellőzön a láb. Ugyanúgy itt van a logó. Így néz ki előről. Ez a belső oldala. Természetesen BMW logóval ellátva. És ilyen a talpa. Amit fontos tudni ezekről a cipőkről, hogy ezek a cipők egy picit itt felül szűkebben vannak legyártva. Az azt jelenti, hogy a mi tapasztalataink alapján egy mérettel nagyobbat kell, hogy vegyetek, ahhoz, hogy legyen kényelmes, hogy ne legyen szűk, ne legyen kicsi. Ebben mi tudunk segíteni, de ha megnézitek itt belül, a régi cipőtök, ha van egy sportcipőtök, itt van a méret benne, és a legfontosabb, hogy hány centiméter hosszú a belső méret, amit centivel itt láttok, az a belső hosszméretet jelzi. Ha megnézitek a ti cipőtökön, hogy a régiben, hogy mennyi a hosszméret, ez alapján is ki tudtok indulni, és tudtok egy jó méretet választani. Ebbe szerettem volna nektek segíteni. Nagyon fontos, ha elakadtok a méretekben, nyugodtan jelezetek ügyfélszolgálatunknak, hívjatok telefonon, vagy írjatok e-mailt, vagy a weboldalon, a chat ablakban nyugodtan cseteljetek, írjatok ránk, és szívesen segítünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, szép napot kívánok, és jó böngészést! Sziasztok!